Köszöntöm Önöket, tekintsék meg mai adásunk tartalmát! ...2013-ban került megrendezésre a jubileumi 40. citerebál kistereken. A találkozón összesen 8 település citerezenekara mutatta be tudását a jelenlévő közönség nagy örömére. Üllés, Csolyos, Pálos, Makó, Apát, Falva, Baks, Csengele, Földák, Szentes és Kiskundorozsma alkotta a meghívottak névsorát. Helyi résztől pedig a jól megszokott kistelki citerezenekar és Páva közszolgáltatta a hangulatos műsort, melynek végén egy közös zenélésre is sor került. Most következő felvételünkön a 2013-as kistelki citerebál műsorát tekinthetik meg. Támogatóinkat és az érdeklődőket. Külön köszöntöm Nagy Sándor polgármester urat, és megkérem Nyissen a kormányt. Hasonlóképpen én is jó napot kívánok mindenkit, vagy mindenkinek, Isten hozta önöket Kisteleken, és a kistelekieket meg Isten hozta itt. Megint eltelt egy év. Hiszen általában életben csak egyszer találkozunk ezzel a körrel, és ahogy elnézem, azért egy-két ember még hiányzik is a névsorból. Ha megengedik, nekem nagyon rossz, hogy nem lehet itt Imre bácsi például, aki tudjuk, hogy azért citera nincs nélküle Kisteleken, sőt talán ebben a körben is, de sajnos attól mácsoljam, nagyon fáj a dereka, és komoly probléma most neki egyáltalán talpra kelni és menni. Meg szerintem van ebben a némi büszkeség, de ezt nem mondják el neki, hogy ezt elmondtam, nem szeretné, ha betegen látnánk. Úgyhogy így a táborból is, nagy tisztelettel az ő nevében is köszöntöm önöket, és azt gondolom, hogy neki köszönhető talán az, hogy Kistelek is besorakozott abba a rendbe, ahol a citerások, népdalkörösök rendszeresen találkoznak hol itt, hol ott, és ápolják azt a múltat, amire azt gondolom mindannyiunknak szükségünk van, büszkeség tölt el bennünket, és tartást ad, hogyha egyszer ilyet hallhatunk. Önök, akik egyébként több településről jöttek, azt gondolom, hogy nagyon szép szokás az, hogy egyrészt helyben, egyrészt pedig arra is pénzt, időt, energiát áldoznak, hogy egymást meglátogassák, és idézőjelben megmutathassák egymásnak fejlődésüket, vagy éppen jó barátok lettek az elmúlt időszakban, és szeretnének egyet beszélgetni, ne adj Isten mulatni. Ennek lenne ma itt a napja szintén, úgyhogy talán a kérhetem önöktől, egyszerűen érezzék jó magukat itt nálunk. Azok is, akik vendégként vannak itt, azok is, akik támogatóként vannak kint, és azok, akik természetesen tudásukat jöttek megmutatni, azok meg mutassák meg igenis büszkén, hogy mit tanultak, mivel lettek előrébb, mert az, amit önök tudnak, arra igazán büszke lett az ember. Úgyhogy kedves vendégeink, Isten hozta önöket, és ha megengedik, akkor én név szerint most felsorolnám azokat, akik eljöttek, és egyben egy sorrendiséget is mondanék, hogy ki után következik. Kaptam Ilikétől egy puskát, az elsőnek köszöntem én itt név szerint is a Kerekes Márton népdalkör és citerezenekart Apátfalváról, kedves Apátfalváról, kiután következik. Elárulom, azért nincsenek itt, mert a színpad mögött lapulnak és várják szegény, ők következőek. Itt vannak a szomszédaink is, akiket szintén Isten hozott, a Vaksi hagyományőrzőket, kedves Vaksiak, a másik szomszédunk, akik harmadikként lépnek majd föl, a Csengelei Népdalkör és citerezenekar, Isten hozott benneket. Egyedikként majd jönnek az ülésiek, ők is egyébként tudják, hogy az ülésieknek a nevét. Nem is kell puskázni, mert az annyira egyszerű. Királygénye, így van! Isten hozta a királygényéseket is. Nyilván a királygényét sokan ismerjük. Szúrós növény, termése legalábbis, úgyhogy remélem az ülésiek is ilyen bitangok, mint a királygényi.
Aztán hasonlóképpen köszöntöm a kedves Csolyos Párosiakat, akik ott vannak. Itt vannak a kedves magójak, akik a Ne felejts népdaltör nevet viselik végig. Régi barátaink, a szentesiek, Szentesi professzor asszonynal, aki már majdnem olyan szinten művelészt ezt a gyönyörű szép hagyományt, úgyhogy gratulálunk, és úgy tudom, hogy ezért nyáron talán még néni tanulókat is fogad itt a környezetünkből, akik még tovább magasabb szintre értik majd a citerázás művészetét, amit külön köszönünk, hogy valaki ezt ápolja és tanítja. Köszöntöm a kiskundorozsmai citerásokat is, akik itt vannak a mindenek közöttünk, jelenem a kedves korozsmaiak, imádom a kezeket. Azt mondta, hogy inkább lehet, hogy még nincsen neki. Köszöntöm a földdeákiakat, akik szintén citerázás és végül, de nem utolsó sorban, hadd mutassam be önöknek először is, majdnem azt mondtam, hogy Locskai Krisztit, de ha szép van, akkor végignél Locskai Krisztinát, aki a tiszteleti vezetője. Azért örülök nagyon, és gondolom Imre bácsi lelke is azért nyugszik, és nyugodtan várja otthon, hogy majd csak lesz valamit ma, hogy tényleg a Kriszti egy olyan fiatal tanítvány, aki ráadásul még el is vállalta azt, hogy ő nagyon sokáig még a kisteleki citerásokat és népdalkörösöket ápolja, viszi. Úgyhogy ez egy jó dolog, hogy igenis vannak közöttünk fiatalok is, akik fölvállalják, sőt, életük egy részévé tették, és szeretik ezt a fajta mesterséget. Kedves jelenlévők, érezzék jól magukat! Az idő olyan, amilyen, az se lenne jó, 35 fok lenne. Itt erre homokon nem olyan vészes ez az eső, földi átélt, hogy ne siessenek meg, akik fekete földről jöttek, meg ki tudja, hogy milyen idő van otthon, azt úgy lehet lesebérnek menni, mert ragad a jó után is. Úgyhogy nyugodtan maradjanak, ráérünk, holnap vásárban mindenkit invitálunk, szép nagy kirakodó vásárunkban, itt van ugye a vásárnak a megbízott vezetője is, reméljük, hogy holnap is nem lesz ott is. Úgyhogy még egyszer, Isten hozott mindenkit, és arra szeretném önöket kérni, hogy tartsák nagyon sokáig ezt a szép szokást. Tartsák meg nekünk, hozzá nem értőknek, azoknak, akik egyszerűen szeretjük a magyar zenét, szeretjük a magyar dalokat, szeretjük a magyar muzsikát, úgyhogy Isten éltesse nekem. Köszönöm. Kapcsolatokat, testvértelepedésekkel, a harcosággal, a kapáncával,
vajdasági bánáti részéről Kisorosszal és a jársággal Jász Jákóval. A felnőtt együttes számos ezüst és arany minősítést juthat magáért. 2009-ben Alpin az országos minősítőn arany minősítésben részesültek. A 25. és 30. jubileum alkalmával megkapták a fordadott arany keretet viszontlevelet. A csoport művészeti vezetője Tóth Tamás. A csoport műsorszáma Szakmári Népdalcsoport, valamint világháborús katonadalok. Fogadják meg a szeretettel. Istenem, kinek tegyek arra?
Terezenekar Baks községben. Majd 1990-ben egy népdalkörrel kiegészülve együtt ápolták és ápolják ma is a népi kultúra hagyományait. Részt vállalnak a falusi turizmus ápolásában is, a helyi kronikáspark fogadóban való fellépésükkel. 2002-ben munkájuk elismeréseként az önkormányzat képviselő testülete Baks községén kitüntetésben 2012-ben fennállások 40 éves jubileumának alkalmával díszoklevelyben részesített a csoportot. Népzenei minősítőn is részt vette, 2009-ben térségi népzenei minősítőn dicséretes szakmai fokozatot, 2010-ben Kiskundorozsán az országos népzenei minősítőn ezüst fokozatot kapta. A Citera zenekar és népdalkori világszáma a 40 éves fennállás alatt egy kicsit átalakult. Sajnos a Citera zenekar elvonult, és a népdalkori jelenleg két citerás kísérő. A népdalkör vezetője 2003 óta Deák Ferencné. Műsoruk Dél-alföldi népdalok és Mulatos népdalok. Fogadják őket szeretnék. Thank you.
Rényi László. Fogadják a kezdet. Thank you.
Az Orbán és Két Király Kenya Citer a zenekar következik. A zenekar 2009. augusztusában alakult. Vezetőjük tanács voltál. A zenekarnak egy köcsögutás volt a is. A zenekar eleinte ott múlva, hogy van, majd más községekkel lépett fel, örömmel elegették a meghívásoknak. A társaságnak nagy örömet és megtiszteltetés jelentett, hogy 2010-ben a Csólyos Párosi Hagyományos és Asszonykórussal a szövetség, akikkel adott a több közös fellépésen is részt vett. Most a vegyes dolcsokon adnak elő. Fogadják őket szeretettel.
Thank you.
Népdalhoz 2008-ban a Népdalokat kedvelő asszonyokra alakult 12 fővel. Eleinte csak saját szórakoztatásukra érdekeltek. Az idő elteltével úgy gondolták, hogy képesek más embereket is szórakoztatni. Vezetőjük kibővítette a kört szüterásokkal és férfi énekesekkel. 2009-ben már fellépéseket is vállaltak. 2010. októberében Szőregen térségi minősítőn dicséretes, 2011-ben Szegeden az országos minősítőn aranyminősítést kaptak. Idén, május 24-én Szegeden ismét országos minősítése neveztek be, ahol második alkalommal is megkapták az aranyoklevelet. Jelenlegi létszám 18 fő. Hetente kitartó lelkesedéssel próbálnak. Céljuk magó kulturális életének színesítése, tájegységük népzenei kincsének megőrzése és a közösség szórakoztatása. Vezetőjük Pabai Lajosné, művészeti vezető Szirvitné Marta Éva, citerál Farkas Gábor és Tanyos Sándor. Műsorukban megegyezési dalokat adnak elő, ezzel köszöntik a kistalegi csoportot a születésnapi alkalommal.
hatással a csoportra. Sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget, kedves barátaimat, nézzenek szeretném Dalos madártársaimat. A Szent István Egyek Fogszitele zenekarban köszöntöm mindenkit. Csak egy pár mondatot az együttesről, szerintem már azért többen ismerik. A Szent István 1976 óta működik muzsikáló zenész barátszitarások csapata, és 95-től vettem át a vezetését. Nagyon-nagyon sok felépésre jövünk, és hál' Istennek mindenhol a szeretettel fogadják az ember a mostanában sarcokkal, és látjuk, hogy a kezek és a lábok elindulnak, akkor szerintem hogy minden haladunk. Minden másik évben országos népzeni minősítőn veszünk mégis részt. Eddig 7-szer nyertük meg az Amerikába díjat, és az idén nagy köszönetek is, hogy abban részünk már a legrangosabb Amerikába nagy díjat is elért. És ami a legcsodálatosabb, hogy nagyon sok fiatal gyermek is van otthon, 22-en, akik tovább viszik a népzenei kultúrát, tovább muzsikálnak velünk, énekelnek örömmel és szeretettel, és nagy tiszteletem mindenki iránt, aki följön ide a színpadra, eljátszik egy dalt szívből és lélekből, és elénekeli, mert hogy azért mi tudjuk azt, hogy ez nem olyan könnyű, hogy csak kiállunk ide a színpadra, és csak eljátszom. Hanem otthon azért hetente többször van próbánk, mint mindenkinek, és azért egy bizonyos munka is van hátam mögött. Mit köszönök mindenkinek, hogy nagy szeretettel jöttök és jönnek ide. És az első műsor számomban ne szokorítsam azért a szót, mert szöveg az mindig lenne. Egy különlegességet hoztunk, régen is játszottunk klasszikus zenedarabokat, és már oly rég játszottunk, hogy Beiler Leónak a munkatárcát felújítottuk. Bízom benne, hogy ez is némi szinten megtetszik nektek, önöknek. Első műsor számomban Beiler Leó a munkatárca. Thank you.
Thank you.
1978-ban Csorváson Nobel-díjat kaptam. Négy országos kevésbé-nyűsítést mondtak a településükön, Földeákon az ünnepeket színesítik belépéseikkel, például hagyományos rózsalakodalom állandó szereplői a falunapokon. Minden évben jó hangulatú a földeáki regionális népzenei találkozó, ahova vendégekülteseket is írnak. A csoport minden évben találkozik, gyakorol jó hangulatú esetben. Újabb tagokkal is gyarapodtak az utóbbi időben. Az országban sok felé jártak, névtalaikkal, a megyében hagyományosan tartanak kapcsolatot hasonló együttesekkel, ahol évente belépnek, sőt Romániában is voltak egy háromnapos turnén. Sikerrel szerepeltek az EKU Népzenei Fesztiválon, nagy elismerést váltott ki az Avasári Katonadalom Fesztiválon való szereplésük is. 2004-ben 30 éves munkájuk elismeréseként megkapták a Földeákért címet, 40 műsorukon CD és kazetta is jelent meg. 2010-ben Biatorbágyon nagy sikerrel szerepeltek, aranyminősítést értek el. Az együttes vezetője Vas István. Mai műsoruk Kalocsai és Csongárdi népdalok. Szólót énekel Vas István. Fogadják szeretettel. Yeah.
A zenekar sikerekben gazdag pályafutással 1973-ban kezdődött. Ebben az évben alapított a Süli János bácsi az Önkéntes Tűzoltók Egyesület tanácsát. Két évvel később csatlakozott a zenekar az a pálya között. Elmondható, hogy az együttes működését mindig támogatták a település vezetői. Előbb Kocsi József, majd 1998-ban a Nagy Sándor polgármester volt. Munkájukat segítették a korábbi művelődési házigazgatók is, Pap István, Szombathelyi Árpád, Kimesi Zoltán és Heledék Katona Katalin. Az eltelt 40 év alatt az ország számos településen szerepelt az együttes. Minősítőkön több arany, ezüst és bronz fokozatot értek el. A Citera barátok körének elnöke, az együttes motorja vezetője 40 éve Rácimre bácsi, aki nagy lelkesedéssel tanította az újabb és újabb dalokat a zenekarnak és az énekkarnak, türelemben foglalkozott a gyermek citerásokkal. Amint látják, a zenekar igazán megváltozott. Átlag életkora jelentősen csökkent. Imre bácsi egészségi állapota miatt átadta az együttes vezetését tanítványának, Vígné Lucskai Krisztinának. Az idősebb korosztály, reméljük még nagyon sokáig, Horváth Sándor bácsi képviselő a zenekarban, maga 91 évvel. Thank you.
szerint Nagy Sándor polgármesterúrnak Harmad Sándor, Sipos István, Mirkány Éva, Szél Tiborné, Bartóz Tiborné, Víg Sándor, Darabos Gábor vállalkozóknak, Tóth Sándor és Rózsikának, valamint a baráti kör tagjainak azt az áldozatot, amivel hozzájárultak e 40 év sikeres működéséhez. Then he can be
Ezt pedig én adom a kisteleki zenekarhoz. Az adásunkat július 24-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételénkkel jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!